Sziasztok! Üdv a Nosztalgia héten! Ebben a videóban a régi kedvenc számítógépes játékaimmal fogok játszani. Na, kezdjük is el! You know, we could sure use a little light in here. Ah, that's much better. Na, így már, ez itt a Team 2 labdák. Tehát a 8-as labdát kell valahogy a képernyőről eltüntetni. Rakok ide. Nézzük. Ó, már értem. A legpattogósabb labda ez a színes. Ez az. Ebben a nagy dobozba kell juttatnunk ezeket a labdákat, nagyon egyszerű. Így. Yeah. Haha, Big Brain! Nézzük meg a többit is. Na ez volt a kedvencem. Itt akármennyi dolgot belerakhatsz, te építhetsz meg egy saját pályát. Tessék, most már nem is tudom, hogy mire akartam lyukadni ezzel. Na, menjünk ki. Na, most nézzünk bele egy később készült játékba. Itt a Midnight Racing! Emlékszem ezekre autókra. Lehetett kék vagy zöld. Szerettem, mert ebbe tudtam nyerni is. A irányítás elég egyszerű volt, nem hagyott sok szabad teret. Érzem a gyorsaságot. Már most túl világos van itt a szobában, úgyhogy nem látok sokat. Nem érdekel! Hát ezek azt... ellenfeleim sem valami óvatos vezetők. Én vagyok első! Na jó, visszateljünk. Nem baj, még be tudjuk hozni. Egyszer amúgy nem tudom, mit csináltam. Kimentem valami dombon keresztül, és valami rövidítést találhattam, mert utolsó életem a első. Hát ezek gyorsan lelőztek. Az a jó ebben a játékban, hogy sötét, így nem láttad, hogy milyen rossz a grafikája. Eltűnt egész eleje a kocsinak. Hanyadik lettem? Első? Első lettem! Ez az! Wow, a minőség! X. És akkor tudok a taggás elfeg, és akkor ővelük kell bowlingozni. Azt hiszem. Bár erőre nem mentem rá. Olyan cuki. És bent megy a diszkó party náluk. Ja, ez most a számítógép. Wow! Kiütött engem, meg őt is. Az mondjuk jó talán nekem. Ja, piros kéne eltalálnom, ugye? Saját magamat szabotáló. Most eltaláltam a pirosat, most mi történik? Ez a legjobb, ami valaha történhetett.
a játékba. Aki szexi kezeket elfekt a tongájukba. Dingle, használt, jég, társaság. Az ellenfelünk. Hűha, kétszer annyi pontjuk van majdnem. Nem baj, most már tudom, mit kell tenni. Koktélja is volt. A cápák! Nekem is arra felé. Mit színű? Hullahopp karika! Nyernem kell! A tangás elfeim számítanak rám! A végtelés... kicsit leégett a napon. Így képzelem el a karácsony Floridában. Mi történt? Az mi volt? Nyertem! A Mikulás sosem beszélt. Ezt amúgy nem tudom, hogy találtam meg, de jó sokáig kellett keresni. Megakadtam! Várjuk, talán így. Nem! A fizika rip! Elég. Nem baj, meg kell tennem. És akkor ez volt extra, hogy kaptál képeket. Nem tudom mi. Who is this cool guy? Mi ez? Na jó, melyiket választom? Ezt tetszik. Okay. Ez ennék én most? Megcsináltam! Ilyen! Aladdin! Hát ez az, most van mennek a dolgok. Hát ez igen jól megy. Mert ez is még első számítógépemen volt fönn. Amíg még elindult, addig jó sokat játszottam vele. Persze volt egy pálya, amin keresztül már nem lehetett végigütni. Na most dobáljuk almával. Nem tudom, hogy lehet valakit legyőzni almával, de ebben a világban lehetséges. Jaj, a botos bácsi! Már a Genie ott fönt már aggódik. Nem áll, belementem. Na, így legalább több életem van. Vagyis hát nincs több életem, igazából kevesebb életem van. Jó, nem kül a Genie. Tugorom kölött volna. Szkarabeust kell megkeresni. Sosem értettem ezt a pályát. Ahhoz képest, hogy a film alapján készítő egészen elvont. Soha nem voltak tüskék a homokban, meg tevék, meg ilyenek. Ez az a rész, amikor a Jafar elküldi Aladdint abban a titkos kincses barlangba a Genie lámpájáért. És most megyünk elvileg azon a úton, a sivatagba. És maga a játék, tiszta sokáig abban a részben vagyunk, hogy megyünk a lámpásért, és a barlangba vagyunk. Ilyen izéig se voltak építmények. A pálmafákon így föl lehet ugrálni. Eleve számítanod kell a ellenségre, bárhová ugrasz.
a papagájnak is a kiléte az kérdéses, hogy mikor, hogy volt éppen jó vagy rossz. Én azt hittem, hogy ez jó karakter, mert a sorozatban jó karaktert játszott. Aztán a filmben meg... ő volt a Jafarnak a papagája. Ez mit ősz Karabeus? Úgy néz ki, mint egy repülő pók. És mik ezek? WC és átrak? Jinnek külön van. Na, kész a level. És mikor kellett a filmbe Scarabeusokat gyűjteni? És ki ez a fickó? Rabkenyér. És itt kell leesni, ugye? Ó, hogy kitértem ez elől. Nézd meg, és azt a életet hogyan szerezzem meg? Az élet. Ezt megszerzem, ezt a életet. Amilyen béna vagyok, szükségem van minden életre. Szerintem így kéne föl... Ez az! Én is aggódok, Zsini, ne aggódj! Vagy aggódj, mindegy. Nekem. Csak tökéletesen kell játszanom, és akkor nem halok meg. Ez az! Na, ez a boss nagyon egyszerű, ez csak ilyen minibusz. Itt van a késdobáló, de igazából... Ó! Oh. Hogyha nem hagyod dobálni, csak ütöd végig, simán megölöd. Kész is! Scarabeus! Furulja! Mehetünk tovább. Na most kellenek azok a almák, mert most jön a főbossz ennek a pályának legalábbis. Ez az, élet is van, stuti megnyerem. Jinnek arca, hogy főben. Na itt most csak reagálni kell. Itt rossz volt a időzítés. I'm about to teach you a lesson. I recommend you pay attention. This is my kingdom, you're stripped of all freedom. You want nothing but my possession. Na, és kész is. Mondhatni profi vagyok ebben a játékban. Profi. Játszok itt Máriót is. Mi? A halálból kijött vissza. Mi? Na jó, játszunk akkor most már. Úgy se tudok túljutni első pályán. Most itt van egy secret itt fönt. Nem hiszem, hogy megtudom. Nem jutottam föl sajnos. Próbáljuk meg még egyszer. Na itt ez a legnehezebb rész. Hogy a fenébe ugorjak fel a halakon. Pedig megszámolom. Kettő, három, négy, öt. Elsőre! Hihetetlen! Nem is kockázhatom meg! Ilyen százból egyszer fordul elő! Ez hihetetlen! Kicsit a zene hiányzik belőle. Hát, hogyha nagyobbat tudnék ugrani, akkor föl tudnék menni a tetőre. De még a sima ugrásod se tudok túlmenni. Na, most meg kell várnom őket. Virágné kivás, bimbót feszíts szét, hozd vissza nekem, ami enyém volt rég. Vissza! A halálból. És még be is csukódik. Szuper játék!
Ennyi volt mára, kösz, hogy velem tartottalok, és a következő videóban majd találkozunk. Sziasztok!